Na, sziasztok, visszatértem, mivel úgy volt, hogy megpróbálom fölvenni, így megpróbálom nektek beállítani, hogy látszódjon, és ne csak a mező lehessen látni, hanem megpróbálom azt is, amit akarunk, hogy lássunk, és tudom, mennyire fog ez látszódni. Talán így, ha itt dolgozok. Na, volt egy kupak. Megpróbálom még dönteni a kamerát. És még talán nem fogja fellökni a szél. De már necces. Na szóval van nekem egy jó pufi. Ilyen kis kefém, ilyen kidobott bronzkefe, ezeket végig szoktam kicsolgatni. Tehát első körben van egy sima vas drótkefe, ennek nem árt, hogyha jobban meg van dörgölve. És ahova meg nem fér hozzá kefe, ott meg csavarhúzóval adok neki. Jön le belőle a gyuva. Most nincs itt a közelben a kompresszor, úgyhogy most meg kell oldani másképp. Ezeket a dolgokat is, látjátok, itt azért megvannak, ezek már megette egy kicsit az idő vasfoga, meg az, hogy össze volt rohadva, ez még fényesebb, ez volt valószínűleg jobban berohadva. Ezeket is úgy szoktam, hogy így körbe tekerem a bronzkefével, és akkor nagy a dzsuvát lehozza. És ami olyan, azt még csiszolóvászonnal is szoktam egy kicsit izgatni. Hogy egy kis szőrös bronzkefe után kapjon egy kis törődést még a csiszolóvászonnal. De hát ha nincs, akkor meg jobban kell bronzkefézni, és akkor az is jó. Amikor meg ilyen dzsuvásabb, azt meg is szoktam kapirgálni egy csavarhúzóval. És akkor utána csinálom a többit. És ha még mindig makacskodik a történet, akkor valami olyannal, ami megoldja egy kicsit, azzal föl szoktam még tuningolni. Meg ilyet még a sima drótkefével is, hogyha tele van szrötyivel, nem tudom mi látszódik, hogy hova mutatom, mert nem látom. Ezt nézzétek el nekem. Nem egy mestermunka lesz, de amit lehet, megpróbálok elérni vele. Kis lőrét neki. Az előző dzsuvázóba beledobjuk a... Hogy hívják ott? Látjátok, így nem tudom, mennyire látszódik a kamerán. Milyen jó kis szröty is lett a víz. Nem víz, ha a higító, vagy benzin. Nagyjából megpróbálom letörölgetni. Igen, lehet azt mondani, hogy ez nem egy csúcs szuper kitakarítási módszer. Tudom, nagyon jól. De a semminél higgyétek el, többet ér. Tehát mindig az szokott jönni, sok emberkel így beszéltem meg, ugye volt egy-két videóhoz ilyen hozzászólás, vagy egyébként akik nem is írtak hozzá, csak találkoztam vele ismerős, hogy ó, hát az koszosan raktad össze. Ó, hát az nem lett teljesen kipucolva, kifújkálva, kikompresszorozva, hogy... Sokszor nem az a fő probléma, hogy nincs teljesen 100%-osan kipucolva,
Az a probléma, hogy úgy retkesen szarosan össze van rakva, ahogy van. És zsírt nem kap. Igen, ez mivel mozog rengeteget, minden fékezésnél kibelötyög. Ez a marhaság. Igen, ki fogja koptatni. De ez is acél, és a perse is fém. Valami egyik puhább, másik keményebb. Valószínűleg nem túl sok különbséggel. De higgyétek el, ha be van zsírozva, és egy nagyon picike kis szemét marad benne, igen, el fogja egyszer koptatni. De ha tökéletesen össze van rakva, és mégis telemegy szeméttel, és nincs vele foglalkozva, csak a betét van cserélve, az sokkal hamarabb széjjel fogja cseszni. Mint az, hogy itt belemegy egy picike valami. Mert hisz hát ez ilyen. Megtörölgetjük. Igen, és ha most a műhelyem kész lenne, akkor most egy rendes edénykében minden tecsettel szépen elmosnék, és aztán a maradékot visszatölteném, és akkor lennének ilyen dzsuvázó mosók, meg lenne a tisztábbik mosó. Na, ez most már így viszonylag jó. Ezeket még megfújkálom. Letörölgetem tisztára. Na, látjátok a különbséget, hogy mi lett. Belekukkantok, hogy mi látszódik belőle. Most már megy le a nap is. Ez már egy kicsit elvesztette a fényét. Ez még ilyen krómszerű színű. És hát ez már eléggé megkopott. De hát ez van. Idő vasfoga megeszik mindent. Nekem most a gumit kéne, hogy ne égjek. Na mindegy, ezt is megfújkálom. Azért a nagyját kiviszi. Így. Leszárad, fölszárad. És elkövetek egy óriási baklövést, mivel nem volt más zsírom és az autó meg kell. Ugye most nem fog hegyi utakat járni, meg ha jár is csak lassan. Ez a fék ez még annyit azért fog menni, nem fog fölhevülni. Úgyis kell majd utána lengőkarokat cserélni, meg ezt, azt, amazt, mert szétkapom. Ugyanígy kitakarítom, és akkor ezt a részpasztás dolgot megkapja, de most nem találtam meg. Úgyhogy most ez a cucc, ez kap olyat, ami nem részpaszta, hanem azt a paszta, ami éppen most volt kéznél. Ez is a géphez volt ilyen kenőcs, zsírzóba. Úgyhogy most ez elvileg ez is hőálló valameddig. Ilyen grafitos. Tehát mondom, a semmitől ez is sokkal jobb, mert legalább csúszik. A reteknél, a semmilyen dzsuvánál ez is jó. Jobb. Egy ideig. Aztán amikor elveszíti a kenőképességét, akkor meg már úgyis cserélni kell. Ja igen, ez így volt, mert előbb van a vékony, a gumimarhaság ide, meg a vastag. És akkor ott is, hogy ne legyünk hiányosak, még ide teszünk egy kis cuccot. Tudjátok, ennek így kell mozogni. Még most is fémes hangja van, úgyhogy majd mindjárt. Mi
kicsit tud lötyögni is, látjátok? Tehát kevésbé tud összeszorulni. Lehet, hogy még teszek rá több cuccot. Főleg arra, amelyik már össze volt rozsdásodva. És itt a nyakát is megkenem, hogy ne rohadjon be. A lukba is teszek. Az előbb úgy látszik kisporoltam. Ha mindjárt azt is kihúzom, és akkor tömök még bele egy kicsit. Túl sok se jó, de túl kevés se. Így a vastagabb gumi motyó az alulra, és akkor így összedugva így rá tud menni a helyére. Kenjük ott a gumi alatt is, hogy ne rárohadjon, hanem el tudjon csúszkálni rajta. És akkor, látjátok, ennek így kell mozogni. Ennek nincs is fémes hangja, úgyhogy ezt szétszedjük, mert ennek meg még van. És ott csetettem alá a guminak. És ide a belsejének is adunk egy adagot. Húszba, hadd csúszson. Rányomjuk a gumit. Mi az, ami a legrosszabbat elérünk? Ez a zsír is, amit beletettem. A hőtől meg fog keményedni. Bár a grafitos zsírok elég jól bírják a hőt. Ugye 130 fokig írja a hőfokot. Az nem egy nagy fém dolgoknál, mert föl tudnak menni ezek ilyen 6-800 fokokra is. De arra, hogy most összerakjuk és most működjön, egy hónapot vagy másfeleket, kettőt, még nem lesznek olyan nagy kánikulák, addig jó. Viszont utána sokkal könnyebben szét lehet majd szedni, mert a csavarok is meg lesznek zsírozva. És amikor a lengőkarok lesznek cserélve, a futómű más alkatrészei, akkor ez is orvosolva lesz. De lehet aztán sokkal hamarabb, mert lehet, hogy most lemennek az ünnepek, és utána már megszületik a történet. Na hát akkor nézzük tovább. Akkor ezt vissza kéne pakolni a helyére. Le is kéne raknom a kamerát újra. Úgyhogy még látható is legyen a dolgok állása. Nem tudom, hogy ez így mennyire fogja visszaadni. Na, megpróbáljuk. És még hátra lesz egy kis fény is. Már megy le a nap, megint. És na, már itt vagyunk, ezt is egy kicsit megfújkálom, leveszem róla a gumit. Ha bírom, már pedig addig kell csinálni, amíg le nem bírom szedni, nem szétszakítani. Ami szokott a gond lenni, hogy ezt vissza kell húzni a helyére. És így vissza szokott menni. De jó.
hangszer oldatni kell. Ezt a gumit nem tudom, viszont van egy kis csoda lámpám, ezt még lehet, hogy nem is mutattam nektek, nem olyan rég szereztem be, ilyen fénye van, és az a lényege, hogy a vasra föltapad, csak a táliának van egy ilyen nyűgje, hogy nem vas a kaszni, hanem ilyen mindenféle műanyag, és arra viszont a mágnes nem tapad. Itt volt nekem egy kisebb csavarhúzó, ami vékonyabb. Valahol még meg is volt. Itt van. És azzal megpróbálom lefejteni ezt a gumit úgy, hogy ne vágjam el. Még, mert eléggé össze van állva, és akkor könnyebben leválik a rótáról. Ugye ezt azért nem jó úgy csinálni, hogyha féktetőt is kap ebből a VD40-ből, mert nem lehet a terodolból kimosni ezt a olajozdulát. Se a fékolaj, se a motorolaj, se a semmilyen csavarlazító, meg ilyenek nem egészségesek a fékbetétnek. Magyarul mondva azt eredményezik, hogy kuka az egész utána. Lehet venni újat. Csak azért, mert mondjuk megfújkáltuk egy kicsit. Ugyanez igaz a kuplung tárcsára, annak a felradójára. Na, úgy látszik, hogy lassan elengedi. Csak hát ennek van itt egy biztosító lemezkéje, amit elfelejtettem mondani. Ez a fele azért nem engedi ki. Itt van egy ilyen rugó. Most látom. Nem, egy kicsit meg van roppadva. Most ha ezt a rugót levesszük, akkor még ez a gumi is lejön minden a helyére. És a gumi lejön, hogy miért nem akar ez is összébb menni. Ugye ezt is türelemmel nem szétszaggatni, ezt mind le kell pucolgatni. Kicsit megfolykálom itt, mert tiszta rozsda. És utána a féktisztítóval majd átpucolom. Ezt is. Meg ezt is megtörölgetem, mert retkes rozsdás drótrugót meg drótkefézem, vagyis a bronzkefével áthúzom. Hogy ez a rozsdás marhaság, ez lejöjjön róla. Mindenféle szröty, ami a évek alatt rátapott. Áttörölgetem a gumit is, mert így akkor nem kell lecserélni, ha nincs elszakadva, megöregedve, megkeményedve. Meghálálja, hogy azzal a retekkel nem rakom vissza. Minden a peremekből kiszoktam ezt a redvát törölni.
és akkor úgy megy vissza a helyére. Egy kicsit megfújkálom a sprével. Még az is leolt sokat. A redvából. Ugye hallottátok, hogy ráfújkáltam. És akkor letörölgetem. És most, hogyha az ott még kicsit beljebb fogom nyomni. Megpróbálom valami pajszerről visszafeszegetni ezt a helyére. Elvileg, ha föl volna oldva a légtelenítő csavar, akkor könnyebben megy. De hát van, hogy így is szokott. A legrosszabb esetben itt bele lehet így menni. Ilyen menetes izé. Most nem nagyon akarom adni magát. Mindegy, így volt benne. Kicsit megdrótkefézem a bronzkoronggal. Azért érdemes egy kicsit visszább nyomni, mert sokkal könnyebb belerakni vissza a betéteket ugye új korába, amikor újat teszel bele. Akkor érdemes ezt összerakni, úgyhogy ez jó legyen. Mert amúgy nem lehet az új betéteket megszerakni. És ha ezt ügyesen megcsinálod, akkor nem kell az egészet annyit léptelenni. Orba szájba minden. Ilyenkor jó lenne egy kompresszor itt kint, de hát ez most jó ábrán. Nem tudom, mi fog hallatszódni a videón, hogy itt beszörgöttem. Nem sötétedik, és kurvára nem fog látni semmit. Egyébként amit lehet csinálni, én azt szoktam még csinálni, hogy egy csavart, ugye ez egy ilyen tányérka, ugye beletenni, egy anyát rátenni, egy darab csővel, és amikor tekered ide rá az anyát, a darab csövet tolja el az az anya, és a tőcsavar meg itt van benne, akkor szépen visszanyomja a múltaminget a helyére. Ugye mivel a csavarnak az emelkedése, a menetemelkedés miatt óriási erőkarok dolgoznak, ez azt éri el, hogy könnyedén hatalmas erőt tudsz kifejteni. Na de nézzük, hogy így össze tudom rakni. Visszanyomkodom a helyére. Visszarakom. De most lenne zsírsprém, akkor nem ez a rézsprém, akkor ide is adnék neki egy kicsit. A gumi peremnek. De mivel most nincs, így kerül vissza. Majd úgyis ezeket orvosolni kell. És akkor... És akkor majd belespézve. Na szóval ez úgy néz ki, hogy ez most a helyén is van. Fogja. Itt van egy nót a fémben, oda beleül a gumiba is van egy nót, abban megy bele ez a drót rugó, de ez nem egy sima drót, hanem egy ilyen rugós anyag. És akkor ezt fogja össze. Hát nem tudom, a féket kipróbálom, aztán a
csapágyat majd meg kell hallgatni, hogy az-e az, vagy nem az. Megemelem majd mindegyik oldalt, megmozgatom, aztán majd kiderül, hogy mi a valóság. Most egyelőre ez is egy fontos kérdés volt, hogy a kép működjön. Nem tudom, hogy a videó megy-e még, a disznók már muzsikálnak. És akkor most ki kell találnom, hogy ez hogy volt összerakva. Hát ez csak így lehetett. Látjátok, az egyik oldala jobban el is kopott fékbetétnek, hogy nem egyformán dolgozott. Ugye ez már akkor nem működött, amikor ezt a betétet belerakták. Tehát lehet mondani, hogy ismét egy trehány szerelés volt. És a gyári új betétet is elkezdte koptatni. Csak rájövök, hogy hogy van ez. Az biztos, hogy innen látom, hogy ezt nyomta a munkahenger, tehát akkor az ideje. Még itt volt kint a szélén. Ide, szépen. Vissza is tesszük a két tartócsavarját, ami ugye ez volt. Most kivételesen csak egy kis WD-40-nel fújom meg. Amúgy minden ilyet zsírsprével, ezzel a résprével szoktam. Ez egy sűrű menetes acélcsavar, mert a WD-40 nagy része elpárolog, egy pici olaj marad benne, az pedig majd kisül belőle. Kérdés, hogy mennyire hőálló. Viszont ha most bármilyen más sprayvel fújkálnám, az mivel közvetlen a fékbetéthez hozzáér, és közvetlen átadja a hőt, itt a forgó részek meg minden, az biztos, hogy összerohasztaná. És egy ilyen sűrű menetes, ha összerohad, az tényleg csak ilyen pajszervéső kombóval lehet céllyel szedni. Úgyhogy most ezt összetekerjük vissza a helyére, meghúzom. Mint az iskolába. Pistike, húzd meg a margót. Hát, Pistike, nem így gondoltam. Morbidos viccbe volt ez annak idején. Húzzunk is rá. Félre a hülyeséggel. Picit még ráhúzok a nyéllel. Hát ezek azok a futom csavarok, amiket azért meg kell húzni. Nem eszetlenül, de azért meg kell húzni. Mert ezek
kívánják. Na, látjátok, még ezek így lötyögnek, mozognak. Ez volt a baj a féknek. Most elpörög a betét. Most ugrik a majom a vízbe. Rá bírom-e tolni, de hát rá, mert ebből jött ki. Tehát... Egyébként látjátok, ezt a két csavat leveszitek. Így. Utána kilazítjátok ezt a másik kettőt, lehúzzátok, berakjátok az új betétet, visszatoljátok a munkahengert, és igazából egy tárcsa fékcsere az ennyi. Mondom én, hogyha nem szopat meg a tulaj, vagy a szerelő, vagy aki éppen csinálta az előzőeket, és tisztességesen rakta össze, és nem kell ilyenekkel szopozni, hogy berohad a munkahenger, berohadnak a csúszkák, berohadnak a csavarok, mert ha ezek mind megtörténnek, jön a szopás. És ha egyszer megindulsz a szopás útján, akkor nincs megállás. És hát igen, faluhelyen vagyunk. Köszönés, a mai világban már nem divat. Mindenkitől a emberek úgy, hogy néz rád, mint a borjú. Ahogy mondták régen, néz, mint borjú az új kapura. De köszönni azt nem tud. Hogy egy hellót, sziát, egy jó napot ott kiböfögjön, hát az már nem minek. Sok diplomát végzett. Nem kapott emberek is így állnak hozzá. Múltkor megkaptam egy szomszédtól, itt lakik már vagy 12 éve. Szóltam neki, hogy bent jár más embert elként, nem kéne. Mondom, hogy ha bemutatkozna, akkor enyémen is át lehetne menni, csak szólni kéne előtte, meg ismeretlenül a baltát a hátába állítom. Magánterületen. És akkor azt mondta, idősebb emberről beszélünk, 50-60 körül, hogy miért kellett volna ő neki bemutatkozni. Hát mondom, bunkókám, csak azért, mert ha oda költözök valahova, vagy valahova elmegyek dolgozni, vagy bármi, és oda megyek valakihez, vagy bemegyek valahova, vagy bemegyek egy üzletbe, vagy valami, először is köszönök. Ha szeretnék valamit, akkor bemutatkozok. És ha bemutatkoztam,